Tudja, úgy, mint a parlamentsekretáris életben az ellenzékre szükség van. Ha nincs ellenzék, akkor nincs jó parlament. Nézze, tenisz se tud egy ember egyedül játszani. Kell egy ellenzéke a másik oldalon. És ugyanaz áll a bürokráciával. A bürokráciára sokszor szükségük van. Talán túl nagy lett most. Biztos, hogy túl nagy lett most. Biztos az is, hogy bizonyos arrogancia megvan. Nézze, az íróasztalnak az arroganciája majdnem kellemetlenebb, mint egy egyén arroganciája. Tényleg, az meg is létesül így, de ez ellen éppen mi vagyunk hivatva, akik politikusok vagyunk, hogy védjük a saját embereinket. Tudja, vissza kell gondolnom egy nagyon szép mondatra, amit Ferenc József királyunk mondott, amikor Theodore Roosevelt az előbb, az nem a háború Rooseveltje, hanem az múlt század végének a Rooseveltje világúton volt, meg is állt Bécsben, és Ferenc Józsefhez ment, és akkor Ferenc Józsefet azt kérdezte, mi lehet még egy királynak a szerepe a 20. században. És erre azt mondotta, nézze, a mi feladatunk az, hogy megvédjük nemzetünket a saját kormánya ellen. És ez a mi politikusunknak is a feladata.